gonosz praktikák, papoknak az ő nagy kapósságuk. Bolondok azok a városok, amelyek arról panaszkodnak, sokat szenvedtünk, nálunk 100 vagy 200 évig lakott a török. Azok a helyek szenvednek igazán, ahol se török nem lakott, se labanc, se kuruc, se magok emberségéből éldegéltek, mint például Kecskemét. Mert ahol a hadviselő felekből ott tartózkodik az egyik, ott csak az egyik dominált, sarcolt, és a többiek oda sem lehetek szagolni. De ahol az egyik sem lakott, oda mind a három eljárt epret szedni. Egy nap a budai pasának szöttyent kedve egy kis élésre vagy pénzre. Nos a fiam, dervisbég, írja Kecskeméti bírónak! És ment nyomban a levél, melynek ékes stílusából nem hiányzott a fejetekkel játszottok. De nem másként járt el a szolnoki Musztabék zsákmányolván ceglédet, köröst, Kecskemétet és a környékes falvakat. Minden áldott héten betett ki rájuk terheket eszírván. Ez úri levelet szerről-szerre minden városba, faluba, lóháton hordozzátok, különben ne cselekedjetek. Számot tartott a jómódú városokra a vitézlő Kohári Imre uram műkegyelme is, ki a császáriak részéről Széchenyben osztva le rendeleteket, sőt, a gácsi szolgabíró nemzetes Darvas János uram műkegyelme se volt rest rájuk üzenni, ha a kurucoknak kellett valami. És azoknak bizony mindig kellett. Ehhez járultak a szerte csatangoló tatárhadak, a kargai szultán emberei, és a különböző portyázó csapatok, melyek a saját szakádukra dolgoztak. Tessék ezekkel valamennyikkel barátságos lábon élni. Kecskeméten már akkor is a híres vásárok estek, ami a szemnek szép, a számnak jó, azt mind halomra hordták ide. Török, német, magyar kereskedők a főországból, mindig szomorú vége lett a vásárnak, kivált a kirakodóknak, mert ugyan éppen javában folynék, felhő kerekedett egy homokos úton, jött a kuruc, vagy a török, vagy egy labac csapat, lecsapott, mint a villám, és megrakodva a legértékesebb holmival, köd előttem, köd utánam, kámforrá vált. A keserű kortyokat pedig nyelhette a nemes város, mert ha a török raboltak ki a sátrakat, akkor a labancok jöttek nagy kontól a városra, fizesse ki a kereskedők kárát. Vagy különben kőkövön nem maradt belőle. Ha a labanc rabolt, az is mindegy volt a szegény kecskemétieknek, mert akkor a kurucok és a törökök követeltek kárpótlást az ő kereskedőik számára, és ez majd mindig felment 1000 aranyra. Hiába sóhajtozott Szűcs János főbíró úram kétségbeesve döfködő botjával az anyaföldet, onnan vegyünk, honnan! Hiszen nem a körmöci aranybánya az itt alattunk vitézlő urai, viszont csak ez homlok le egészen a pokolig. Végre is lehetetlen volt tűrni, megtanácskozzák a dolgot a nagyfejű emberek, felcihelődtek a nádorhoz, ki is Fekete Pál uram elbeszélése szerint, nagyon elkedvetlenedett, mikor előadták, hogy egy kérésük lenne. Hát csak valami nagyot meg kívánjatok, mert nem adom meg. Annyira nem kívánunk nagyot, kegyelmes uram, hogy még azt is sokaljuk, amink van. Verde bene, szólt közben a Palatinus mosolyogva. Azt kérjük kegyelmeségettől, vegye el a vásárainkat. A nádor gondolkodott, köhécselt. Nem jó kormányzat, amíci, olvas valamit elvenni az embertől, amiből az elvevőnek semmi haszna. De mégiscsak eljött nem sokára a rendelet első Leopoldtól, hogy a kecskeméti vásárok ezentúl nem lesznek meg. Gyorsak lettek erre a törökök és a kurucok. Ezek a gazd civisek a mellékjövedelmet topoztanak meg. Hiszen voltak ötleteik azért nekik is, és húsvét előtt való fekete vasárnapon betölt csapatával Kecskemétre a híres kuruc hadnagy Csuda István uram, és egyenest a ferenci szerzett zárdájára rohanván ráparancsolt vitézeire. Semmihez se nyúljatok, gyerekek! Csak a gvárdiánt, a papot kell elfogni, és magunkkal vinni, mert ezt mindig kiváltják. A gvárdián, a kövér Bruno atya, hát igen, megfogták, felültették egy összőre, mely a zárdakertjének volt hű munkása, cipelgetvén a vizes hordostaigát, hogy az átkozódó, kapálózó szent férfi lenne maradhasson a buri hátáról, burinak hitták az összőjét, szíjakkal, istrángokkal kötözték tehát oda.
Nem számítottak rosszul. Nagy rivadalom lett Kecskeméten a keresztény hívek között. Ez egy Fábián Pálné, a Pupos Galgóczi Julianna, az elfogyott Bulki Klára, meg a Litkei Páter elnöklete alatt legott hozzáfogtak a váltság díjgyűjtéséhez, házról házra járván a perselyekkel. Váltsuk ki a szegény Bruno atyát! Gyönyörű prédikációt tanult be húsvéti szennapra, azt nem szabad benne hagyni. 100 arany gyűlt össze, azzal indultak el a kuruc táborba, felkeresni ugye az asszonyok választottjai. Porosznoki Gábor szenátor, Babos János kurátor és Doma Gerge uram a kerékgyártó. Tarka kalandok és viszontagság után végre feltalálták Csuda Istvánt, aki mogorván felmet rájuk. Kentek ugye kecskemétiek? Na mit akarnak? Eljöttünk érte, szólt az áltatos Babos égre emelvén apró szürke szemeit. Kiért? Az összőrét vagy a guardiánért? Tétálkozik a csalakint, teszi Csuda István. Mind a kettőért, ha megbírunk egyezni, vélte porosznak jövőm. A pap keresetért, hanem az összvérnek használt veszük, a tábori dobot cipeli. Tetszett a kecskemétieknek a hadnagy kijelentésemet, ha nem sokat ér a pap, akkor olcsón ideadják. Helyeslően bólingattak a fejeikkel. Hát, mennyiben volnánk a főtisztelendőre nézve? 3 aranyért elvihetitek. 3 emberük összenézett nagy mosolyogva, mintha mondanák, olcsó, bizisten olcsó. Porosznak írta le, átrajtott a rácsos gallérú kék köpenyegének egyik szárnyát, belenyúlt a dolmán zsebbe, előkeresni 3 aranyat. Elhölni, fogja a nagy uram! De a kuruc hadnagy koordinálisan eltolta magától a szenátor tenyerét. A papot az összvér hozta, most már a pap vigye az összvért, ez az igazság, de összvér nélkül nincs alkú. Na Isten neki, felelt a szenátor jókedvűen, mit adjunk az összvérért váltságdíjba? Hát annak szabottára van, rubogtatta meg csuda a szavakat. 197 darab arany. A civisekben meghűlt a vér. A tömzsi Babos meghökenve pislantott a hadnagyra, nem tréfál-e. De a bizonynak roppant komoly volt most a hosszúkás napbanított ábrázatja, verje meg a ragya. Sokkal belengőbb volt annak előtte, ám azért a kecskemétiek mégis megadták a módját. Volna lelke a hadnagy úrnak ennyi pénzt elvenni egy összvérért? Nagy arab szólnak az árát? Elnagyon vitézni, uram, külön a tisztelendőt. Az összvérért inkább elérünk máskor, töltötte ki Babos. Majd Doma Gerge uram vette át újból a diplomáciai érintkezést, hogy azt mondja, az összvért nem használhatják többé a tisztelendő atyák, mert az összvér immár olyan kompromittált egyéniség, aki tábori szolgálatokat végzett egy protestáns szellemi hadcsapatban. Nem való a guardián alá. Több esze volt Porosznaki uramnak, mert ő rögtön átlátott a szitán, hogy a hadnagy 200 aranyat akar a guardiánért, és az összvért dolog csak egyszerű kedélyeskedés, minél fogva előkodolázt a zsebéből a hagyományos harisnyát, megcsődítvén az aranyokat. 100 darab hiánytalanul se égen, se földön több. Vagy a pénzt visszük vissza, vagy a guardiánt. Fegyelmettől függ, vitézlő uram! Nem lehet, rázta a fejét, ez makacsul. Gondolom a kegyelme, ukatletlenkedik Babos. A Krisztus urunkat 30 ezüst pénzért adták el. Hogy volna hát elég Bruno atyáé 100 arany? Ne bibliáskodjanak, ripakodott rájuk a kuruc hadnagy. Mert igaz, hogy Krisztus urunkat 30 ezüst pénzért adták el, de hogy mennyire váltotta meg a kereszténység a haláltól? Na, hát azt kegyelmetek nem tudják. Ilyen kötekedések között alkuttak meg végre 100 aranyba, mert egyenként nézegetett meg Csuda uram, nincsenek-e körülráspolyozva, megpengette, nem érzik-e a hangjukon egy kis erdélyi akcentus, akkoriban ott hamis pénzverőt anyáztak. Mikor aztán minden tisztára volt hozva, kiszolgáltatta a megcsappant tokája Bruno atyát, ki nagy diadallal ment most már a küldöttség élén hazafelé. De nem sokáig volt örömük, mert amit a szűke pátriához közeledtek, alig, hogy elhagyták Nagyköröst, melynek bogárhátó házai még látszottak az esti villakötben, jobbról elé villant Kecskemét tornyos egy közeledő porfelleg. Mi a kő lehet az, tanakodtak embereink. Nyilván processzióljon elibünk. Lesz dikció is a rendi szíme, persze lesz. Nem ártana a válaszra elkészülni.
Bruno atya szemébe könnyek csillogtak. Szegény jó híveim szeretnek, rettenetesen szeretnek. Vajon kitartja az orációt? Akarva sint a szép szavú Litkei Páter, persze, hiszen már látom is, ő az ott elő kutya legyek, ha nem ő az. Mikor az kutyává lenni a Domagerge uramnak, mert csak ugye Litkei Páter volt, nagy karimájuk alapját, óriási termetét messziről fel lehetett ismerni, csak éppen a kíséretem nem volt processziós nép, hanem török katonák. Az akasztó fára való Ali Mirza aga vezette őket. Jó estét, kiáltál, mint ellovagolt utasaink mellett. Rizitek haza a papot, ő emberek? Mi is a magunkért? Nevetett az aga, Jézus nevét kiáltozá Litkei szerzetes, Bruno atya a kendőjével integetett utána. Téged is kiváltunk, édes fiam! Bizony első dolga volt hazaérve, megindítani a gyűjtést. Az a Fábián Pálné, a pupasz Galgóczi Julián és az elfonyat Bulki Klára újból beállták a könyörületes embereket. Ne hagyjuk a gasztogány kezén pusztulni a szegény szerzetest. Mit gondolna rólunk a kereszténység? Ahol ez nem nyitotta meg az erszényt, Fábián Pálné hozzátette. Mit szólna hozzá a nagykőrös? De erre már minden kecskeméti lelki ember kiszúrta a maga huszasát, s Litkei szerzetes is hazakerült. Adján, ezzel vége lett volna, de annyira divatba jött a papokkal való kereskedés, hogy valahányszor egy kis apró költségre szorult meg valamelyik csapatvezér, nyomda kiadta a rendeletet, egy kecskeméti papra van szükségem. Az már bizonyos summát jelentett a pénzpiacon. Egy darabig csak kiváltogatták a jámbor civisek, míg nem maga Szűcs János főbíró uram restelvén a város ilyetén kizsákmányolását, útját vágta azzal a vallástalan kijelentéssel. Ha az Isten engedi a maga szolgáit, miért ne engednénk mi? Végre is a saját gazdájuk van elsősorban hivatva. Néhány szerzetes atya a nyakukon maradt, mire hirtelen leszállt a papok értéke a zérusra, s más portéka után néztek a hódító urak. Azokon lehetetlen volt kifogni. Péter Pál napján betörtek a szolnoki törökök, s a templomból kijövő asszonyoktól magukkal hurcolták a főbíró menyecske feleségét, valamint Domagergeni asszonyomat. Az egész város lázba volt, ez már félig se tréfa, atyafia, mert a papokkal még csak megjárja a manipuláció. Azokban nem történhet semmi kár. Nem is történt, amíg oda voltak, de az asszonyok, hát az egészen más. Teringette. Az asszonyokkal nehezen megy az a féle. Szűcs János annyira elkeseredett, hogy rögtön letette a főbírói tisztet, és eladva egyik kőházát, Domagergelye az asszonyaik után indultak. Szűcs uram 200 aranyot adott az oldalbordácskáért, Domagergelye azonban csak 25 aranyat kínált, ha az övét hazaeresztik, 100-at, ha ott tartják, de örökre. Úgyhogy ő más asszonyt vehessen el. Zülfikár aga gondolkodott egy ideig, aztán szomorúan mondá, csak vidd az asszonyi állatot, barátom, vidd! Ez alatt Páni félelem fogta el a kecskemétieket. A kuruzok is betörtek, és a dús gazdag Vég Tamás Vica nevű hajadon lányát ragadták el egy lakodalomból, amikor ifjabb Nagy Mihállyal a lötyögtetőt járta. Éppen javába forgatta, mártogatta a legény, cifrázott, aprózta, reszeriszálta, leállzó, amikor felpattant az autó, besöltettek a csúda ura huszárjai. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Az ágyas házokból húzzák ki a beses fehér népeket ma holnap? A kalgai szultán válti üzengető, hogy a legszebb 10 asszony, a másik a foga. A budai törökök is minden órába jöhetnek. Bár még akkor nem zengett a kecskeméti lányokról az a játszínóta, hogy aki legény innen hozzon menyecskét, azért már akkor is gyönyörűek voltak. Ezt még a kőrösi legények sem tagadták. Csöppet se csoda hát, az az általános kétségbeesés. Olyan volt a helyzet, mint a fekete posztóval bevont mesebeli városokban, hol a hétfejű sárkány sorra felfalja a szűzeket. Melyikre kerül sor? Ki következik most? Ez a bizonytalanság egy láthatatlan hurok volt, melyet mindenki nyaka környékén érzett. 10-szer megrettent naponként egy-egy kereskedő a porfelhőtől, s ha éjjel zúgni kezdtek a talpája erdő csenevészfái, abból is előrém lett a száguldó csapatok dübörgése. Jaj, megint jönnek a portyázók.
Estembe apró kezeiket összetették a nők, és áltatosan fohászkodának a város patronusához, Szent Miklós püspökhöz. Hát, ha azt tehetne valamit azzal a kacskaringos bottal, melyet a város pecsétjén bamba képpel tart egy kecskefejbe szúrva. Gyanakszom, hogy szubklauzula benne volt ezekben az imádságokban, ha pedig ugye mégis az lenne az Isten rendeltetése, add Uram, hogy inkább a csuda huszárjai jöjjenek, mint a kutyafejtatárok és a budai törökök.